viszont erősítőknek szerintem egyre nagyobb kultúrája van így Magyarországon, valószínűleg világszerte is, de ugye a magyar piac az, amit észlelünk ugye különböző fórumokon és csoportokon keresztül. Én azt látom, hogy nagyon sok felhasználó ajánlatja egymásnak azt, hogy Vincent az mennyire jó. Használt piacon minimális mennyiséget látni, úgyhogy nem egy ilyen lecserélős darabnak tűnik, ha pedig egy-egy feltűnik, akkor azt elég gyorsan el is viszik. Úgyhogy egy ilyen érdekes kis hype vagy nyüzsgés van a márka körül. Eddig még nem is volt tapasztalatom a Vincenttel egyáltalán így személyesen, csak a visszaigazolások meg vélemények alapján gondoltam valamit, vagy gondolhattam valamit. Úgyhogy az első példány az itt van már nálam, amit szerintem a Facebook csoport tagok láthattak már nagyjából egy hete vagy hétvégén talán. Ez a 227 MK példánya, amely ugye 500 000 forint alatti árfekvésnek ugye az erőteljes böszme kis résztvevője. Ugye egy kép alapján is látni szerintem, hogy nem egy kis példányra sikerült. Úgyhogy ezen tapasztalatomat szeretném megosztani, hogy mire lehet számítani egy Vincentnél. A szokásos Audio Solutions Figaro B kombináció természetesen be volt kötve. Nagyon érdekes élmény volt azzal, mert kifejezetten jó párosításnak találom. Tehát, hogyha valaki nem egy Audio Flight-tal szeretné elkezdeni a hifizést és egy Figaroval, akkor lehet, hogy egy Vincent fele annyiért egy nagyon erőteljes alternatíva lehet. Úgyhogy erről fogok beszámolni, és azt is szeretném egy kicsit így megcímezni, hogy mennyire jogos ez a hype vagy nyüzsgés a Vincent termékek körül ez alapján, modell alapján, és vélhetőleg a kisebbik modellt is majd megpróbálom elkunyarálni a Stream Audiótól, mert azt gondolom, hogy 300 000 forint alatt is kevés olyan erősítő van, amit olyan igazán nagy meleg szívvel tudok a jelenlegi piacon kapható termékek közül ajánlani, úgyhogy kezdjük. A Vincent SV 227 MK az egy integrált hibrid elektroncsöves sztereó erősítő, amely 2x100 watt kimenő teljesítményt ígér 8 ohmra. Van benne egy túlméretezett közel fél kilowattos giganagy toroid trafó, és ami még vélhetőleg erőteljesen beleszól a hangba, az az, hogy van benne 3 darab 12 AX7-es cső. Ezzel kapcsolatban több felhasználótól is megkaptam azt az infót, hogyha csövet cserélsz benne, akkor egy jóval komolyabb hangminőséget ki tudsz belőle hozni, tehát egy kategóriával feljebb tudod tuningolni magát az erősítőnek a képességeit. A lényeg, hogy itt a teszteléseim során a gyári csövek maradtak benne, úgyhogy ilyen személyes tapasztalatom ezen a csövön kívül nincsen ezzel az SV227-tel kapcsolatban. A súly az 20 kg körül mozog, ami szerintem elég sok mindent elárul arról, hogy milyen jellegű minőséget kapunk és mennyire voltak spórolósak a Vincent csapatánál, hát nem annyira. Az előlap az teljes mértékben fém, én szerintem a gombok is, így kocogtatom őket, akkor fém jellegű hangja van, úgyhogy elég masszív a teljes konstrukció, maga az alátámasztás lábak mind ugyancsak elég stabilak és erőteljesek, úgyhogy így a 20 kg az így szerintem unblock minden ponton megjelenik, mint felépítési minőség. Az előlapon található minden alapvető funkció, mint például ugye egy kis mély magas nevelés, egy loud gomb, ami feltételezem a loudness jelenti, tehát a dinamika tartományt egy kicsit összepréseli, és minden előteljesebben, hangosabban szól. Én ezt egyáltalán nem használtam, az ismiket nem annyira szoktam kedvelni, mert hogy ugye a dinamikának a szélességét az teljes mértékben préseli minden ilyen jellegű funkció az összes erősítőm. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk gyengébb minőségű régebbi zenéket hallgat az ember, bármilyen stílus legyen az, akkor ez a funkció jó lehet, hogy egy kis plusz erőt adjunk a zene alá, de máskülönben amúgy én ezt annyira nem használtam. Ezen kívül ugye van egy bemenet választónk bal oldalt, egy potméterenk jobb oldalt, és egy AB hangsugárzó kapcsolónk ugye elől, mert hogy ugye kettő pár hangfalat tudunk rákötni, tehát hogyha mondjuk neked kettő pár hangfalad van egy szobában, vagy egy másik szobában el akarod kábelezni a másik pár hangfalat, majd több helyen hallgat zenét, akkor ezt meg tudod ezzel a Vincenttel tenni. Hátul pedig van 4 darab analóg RCA bemenetünk, ugye ezek vonalszintűek, fonóajzatunk vagy előrösítünk sajnos nincsen benne, ez egyetlen, amit én hiányolok, de én azt gondolom, hogyha ennek a plusz költsége 50-100 000 forint körül lenne, akkor én inkább azt választom, hogy szóljon jól és kerüljön ennyibe, mint sem többe kerüljön, vagy szóljon kicsivel gyengébben és legyen benne egy fonó. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez így önmagában jó. Ez egy kicsi extra kényelem lenne az én szempontomból, hogy ne kéne külön eszközt venni erre meg külön kábelezéssel, de legalább egy DAC-ot kapunk optika és coax formájában, amely 24 bit 194 kHz-es jeleket fogad. A DAC-ról annyit szeretnék mondani, írásos formában majd, hogyha kész lesz a weboldal, akkor fent lesz egy kicsivel részletesebb beszámoló erről talán. A lényeg, hogy a DAC-ot a Bluesam-nak a Note 2 i-jén keresztül tudtam letesztelni. Egyértelműen a Vincent DAC-ja az
többet nyújt, definiáltabb, részletgazdagabb, mind mély, mind magas szekció szempontjából. A közepeknél is volt különbség, de nyilván csak azért, mert hogy a spektrumnak a két vége teljes mértékben lejjebb süllyedt mindenemű minőség szempontjából, amikor a Note 2-nek a dockját használtam. Ugye egyszerűen ki lehet próbálni ezt, egy RCA kábellel összekötöd a Note 2-t a Vincenttel, egy coax-szal ugyancsak összekötöd a kettőt együtt, és bemeneteket választasz, és ugyanaz a zene szól. Nyilván a hangerő az más, úgyhogy ezt hozzá kell korrigálni, de hogyha ezt megcsinálod, akkor nagyon egyértelműen rámutat a erősítő vagy a rendszer arra, hogy a kettő közötti DAC az milyen differenciált ad hangminőségben. Úgyhogy röviden tömören a Vincentnek a DAC-ja az ég és föld különbséggel jobb szerintem, mint a Note 2-jé. Szóval, ha már mondjuk van egy ilyen szetted, ahol a Note 2-jé a forrás, vagy bármilyen digitális futómű és analóg kötötted eddig össze, akkor mindenképpen teszted le, hogy a Vincent DAC-ja a másikhoz képest milyen, mert egy kifejezetten jó minőséget nyújt szerintem. Ugye ezt leteszteltem már korábban, a Note 2-jé DAC-ját különálló DAC-ok szempontjából 100-200-300 ezer forint közötti különálló DAC-okkal nem tudtam überelni egyértelműen, sőt, majdnem ugyanúgy szóltak. Itt megint az van, amit régebben egy másik erősítőnél tapasztaltam, és egy ilyen volt, hogy rákötöm, és egyértelműen minden irányba megnyílik a teljes frekvencia tartomány. Na itt is ugyanezt tapasztaltam. Úgyhogy ez egy jó hír, Vincent DAC-ja az csillagos ötös ilyen szempontból. Hangminőség szempontjából szerintem egyértelműen egy maszkulin, erőteljes és mondhatni egy férfias hangja van. Első körben a mélyek lesznek szerintem mindenkinek nagyon feltűnőek, azzal szemben, hogy az adott sugárzó, aminek a hangját ismered, az miként viselkedik más erősítőkkel. És itt jön képbe az, hogy a Vincentnek milyen képességei vannak mély reprodukció szempontjából. Audio Solutions Figaro B az, ami nekem elég sokszor be van kötve, és ugye azt már párszor mondtam, hogy ez nem egy borzasztóan mélyre le. Inkább közép-felső tartomány orientált, mélyei, stabilak, szépek, de nem egy ilyen arcbatolós, erőszakos stílusúak. Könnyen zavaró tud lenni, amikor egy sugárzó nagyon mély erős, ugye volt már ilyen itt nálam korábban, és nagyon hamar ráuntam, vagy tömködtem a reflexnyílását, vagy tologattam, tehát nem volt egy jó élmény. Úgyhogy a Figaro ilyen szempontból még egy vékonyabb hangú erősítővel is kielégítő stílust ad. Viszont az a tartalék, ami a Figaroban benne van, mélyek szempontjából, az a Vincentnél jött eddig a legjobban ki. Én azt gondolom, hogy kizárólag mély mennyiség, definíció és méret, mint nagyság szempontjából a Vincenttel szólt a legjobban a Figaro. Azt gondolom, hogy ad egy olyan testet alá, ami egy jó párosítást mutat így a kettő együttműködése szempontjából. Az Audio Flight ugye 3S, ezzel szemben nyilván egy finomabb, közép-felső tartomány béli reprodukciót mutatott, kicsivel több érzelem volt benne, picivel mélyebbre ment a zenében. A Vincentnél viszont emlékeim szerint annak nem volt ilyen mélye, ilyen mennyiségű mélye inkább. És a Figaroban van tartalék, csak meg kell találni az erősítőt, ami ezt kihozza. Hogyha a forrás jó, annak a DAC-ja jó, nem egy butított mély mennyiséget kapsz, ugye amit a DAC szempontjából már mondtam, akkor a Vincenthez eljut az a jel, amit át tud adni a Figarónak, és egy olyan mélyet kapunk, ami azt gondolom még a Figaro esetén is egy olyan élmény, ami egy kicsit így a mellkasodat így azért rendesen megrángatja. Hogyha megtekered, elektronikus zenét raksz be, bármi mélyerős dolgot, akkor rendesen meglepő hangok jönnek ki a Figaróból. Úgyhogy ez a legelső, amit kapásból észrevesz, legalábbis én észrevettem, lehet, hogy más-más vesz észre, a Vincentnek a hangjában. Ezt követően most reggel rákötöttem a Quadrának a kis Ascent 20 Ele nevű termékét, ezt nehéz kimondani, ami látszik is szerintem a vágóképeken, pont most itt van mellettem ez a kis csinos kis fehér sugárzó. Ugye ezek kicsi hangfalak, ez egy 150 ezer forintos árfekvés, nem egy gigászi méret. Ugye ekkora dobozból, ekkora membránfelületből túl nagy mélyeket általában nem lehet kisajtolni. Lényeg, hogyha egy olyan sugárzót adsz a Vincentnek, amely mélyben alapvetően nem annyira erős, akkor egyértelműen ellensúlyozni tudod ezt a stílusát vele. Érdekes dolog viszont, hogy nem mondanám azt, hogy rápakol egy plusz hangot is az, amit hallunk, mert egyébként a JBL-nek az L82 klasszikja is bekötésre került itt a napok során, amelynek ugye azért egy határozottabb mélye van, azt hiszem 20-as, 30-as, 20-as mélye van annak, ami ugye azért ad egy testes érzetet bármilyen erősítőm. És ott sem lett túlzó. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen brutál mély erős elektronika, amely mindenhova ráerőlteti a dolgát, de mégis van a hangjában egy nagyon jó balansz, amely a
szerényebb mély mennyiségű hangfalak esetén egyértelműen egyensúlyozásra kerül, viszont amikor egy több mély mennyiség béli vagy mély definíció béli képességgel rendelkező sugárzót adsz neki, akkor ott meg egészen finom, lágy, de dagadt érzetet ad neki. Úgyhogy van egy ilyen határozott, levegőre megtető stílusa a Vincentnek, amelyen azt gondolom, hogy így ránézésre is nagyjából, igen, ránézésre is nagyjából ezt mutatja, hogy ilyen kis erőteljes és maszkulin. Ez a jó szó rá szerintem. Sokan azt mondják, hogy a Vincentek melegebb karaktert képviselnek, amivel nem 100%-osan értek személyesen egyet. Én azt gondolom, hogy a echte csöves, meleg karakter az nagyon nem ez. Azok szélesebben, fedettebben, fátyolosabban szólnak. Ez egy csúnya szó, de erre lehet a legjobban hasonlítani. Én azt gondolom, hogy amikor a felső tartománya egy elektronikának úgy szól, mint ennek, ahol azért picivel több fény van, egy kicsivel több csillogás. Nem mindenhol, de néhol. Ez nem azt jelenti, hogy ennek ilyen kifejezetten magas orientált hangja van, egyáltalán nem, és valószínűleg ezért is mondják rá, hogy talán melegebb tónus. Azt gondolom, hogy valóban egy picivel a sötétebb tónus felé megy el a középtartomány. A felső tartománynak van egy jól összeszedett, szigorú, németes előadásmódja, ami azt jelenti, hogy nagyon határozottan, gyorsan mindenhol minden megjelenik, úgyhogy egy gazdag felső tartományra lehet számítani. Bizonyos hangszereknek bizonyos leütéseinél, vagy felcsendüléseinél, csilingeléseinél hallani ezt a minimális fénybéli csillogást a hangban. Például Manu de Lagónak a Metromonk albumán, amit ezzel említettem, ott ugye handpan nevű hangszeren játszik, amit így körbe ütögetnek. Na ott a magasabb hangoknál egyértelműen van egy pici plusz felütés a hangok tetején, ami egy jellegzetességet talán a Vincentnek. Ezt több sugárzón is meghallgattam, azt mondom, hogy majdnem mindegyiknél észrevettem. Hogyha a hangfaladnak a hangja szerintem melegebb tónust képvisel, vagy kicsit sötétebb, akkor lehet, hogy a Vincentnek a magas szekció béli reprodukciója, vagy támogatása, az ellensúlyozza egy minimálisan ezt a hangsugárzó béli hozzáállást. A középtartományban valóban van egy kicsivel melegebb tónus, de én minimálisnak hívnám ezt. Nem tol semmit az arcodban, nem éles, nem élénk, nem harsány. Úgyhogy ez a stílus az, ami miatt szerintem sokan egy könnyen hallgatható, lágy érzetű hangnak mondják a Vincentet, legalábbis ezt. Viszont a teljes spektrum, teljes frekvencia tartományban azt gondolom, hogy sokkal több irányítottság, kontroll, szeparáció és határozottság található. Én azt gondolom, hogy a meleg hangkarakterű termékek azok sokkal jobban egybe mosnak mindent. Ez annál precízebb hangot ad, ez annál figyelmesebb minden szempontból a részletekre. Úgyhogy a melegség az nem a részletgazdagság kárára megy, és nem a kettő ellentétes iránya az, ami valamilyen jellegű melegségérzetet ad, hogy az egyiket elveszted. Úgyhogy én számomra ezért nem kifejezetten meleg karakter. Inkább egy ilyen közepes vonalra mondanám, hogyha ez a nagyon meleg, ez a mondjuk hát hűvös, akkor valahol itt középen található szerintem a Vincentnek a hangja. Igen. Tehát az erőtartalék benne az nevetséges. Én azt gondolom, hogy ez az emberek többsége fél hangerőig soha nem fogja tekerni. Most, amit itt csináltam, az az, hogy 15% hangerő, hogyha a forrásnak hangja max jelkimeneten van, akkor az már a durva hangerőnek nevezhető. 20% szerintem már a klub hangulatnak, vagy egy szórakozójának mondjuk az előtere, és akkor mondjuk 30-35%-on a nagyon durva házi buli, amit 5 emelette feljebb is hallanak. Tehát, hogy ilyen jellegű erő van benne. Hogy ez kitekeri csutka hangerőre, vagy fél hangerő fölé, azt én nem tudom, de éhesebb, erőigényesebb sugárzókhoz szerintem egy nagyon jó opció lehet. És azt gondolom, hogy ez az erő benne az, ami játszi könnyedséggel meghatja a legkisebb sugárzókat is. És ilyenkor érezni az, hogy mennyivel többet nyújt egy 150 ezeres hangfal egy komolyabb erősítővel, nincsen fordítva. Tehát egy 100-150 ezeres erősítő egy 4-500 ezer fontos hangfalal nem fog jól szólni, messze nem fog ilyen jól szólni. Úgyhogy ha ilyen jellegű párosításon gondolkodik az ember, és nem 50-50 akarja elosztani a pénzét, akkor érdemes megfontolni azt, vagy legalább meghallgatni, hogy mit nyújt egy belépő kategóriásnak nevezhető hangfal egy komolyabb erősítővel. Mert
A legtöbb konstrukció mai világban 2020-ban olyan anyaghasználatok vannak, fejlesztések, technológiai megoldások gyártási szempontból, ahol már egy 152-es hangfal is nagyon szép finomságukra képes a megfelelő elektronikával. Összesítve azt gondolom, hogy rendkívül nehéz dolgom van átadni azt, hogy mit ad ez az erősítő. Mert amikor nagyon sok terméket hallgatsz, ugyanabban a szobában, ugyanazon hangfalakon, és most ugye itt a Figaro B az én utóbbi referencia sugárzom, ugye arra váltottam le a monitorodő Gold 100-ast, mert egyértelműen mélyebbre megy minden szempontból, minden erősítőn, de már egy 60 ezeres Cyrus One-on is. A lényeg, hogy amikor 5-6-7 erősítőn meghallgatod ugyanazt a hangfalat, és utána valamit gondolsz arról a hangfalról, mint például a Figaro B, hogy hát igen, most már ismerem, hogy mi ez a sugárzó, mire képes. És utána bekötsz hozzá egy új erősítőt, és kapsz egy olyan lendületet és érzetet, amit más erősítőkkel nem tapasztaltál. És minden elektronikának, hangfalnak szerintem számtalan oldala van. Attól függ, hogy párosítod, mivel párosítod, hogy helyezed el, milyen kiegészítőkkel, melyik dakot használod, melyik kábelt, ezek mind nagyon durván számítanak a végeredményben, és nem is kicsit. Pláne, hogyha már azt gondolod, hogy nagyon ismered az egyik komponest, és más környezetbe helyezed el ilyen párosítás szempontjából, hogy milyen más élményed lesz, és újból felfedezed ugyanazon zenéket. Még egy említés méltó dolog van, hogy az erőteljessége az hangerővel, teljesítménnyel nem veszít egyáltalán, vagy minimálisan. A legtöbb erősítőnél az tapasztalható, meg sugárzónál, hogy meg kell tekerni a hangerőt, egy bizonyos hangerő fölé kell emelni a szintet, hogy megjöjjön minden, ugye. És amúgy halk hangerőn ugye az van, hogy hallod a vokálokat, középtartományt, és hogy tekered fel a hangerőt, ugye egyenesedik ki a spektrum. És aztán egy bizonyos pont fölött meg mondjuk lehet, hogy a magasok kicsit feljebb mennek, vagy a mélyek, attól függ, hogy mi a szituáció. Na most, ami szerintem kiemelkedő még ennél a Vincentnél, hogy nagyon halk hangerő mellett is, még a nem mély erős sugárzónak is egy olyan szép kis öblös, lágy, simogató érzetet ad, ami kiemelkedővé teszi szerintem sok erősítővel szemben, ahol igenis egy kicsit meg kell tekerni, hogy történjen valami. Úgyhogy késő esti nyugodt zenehallgatásoknál is nem egy kompromisszumokkal teli hangot kapsz, hanem azt mondom, hogy a kompromisszummentességhez sokkal több köze van ennek a Vincenthez, mint jó néhány erősítő a piacon, árfekvéstől függetlenül. Szóval ennek a Vincentnek is megvan a habitusa, stílusa, egyértelmű stílusjegye. Én azt gondolom, hogy egy végtelenül könnyen szerethető hang. Mert nem erőszakos, nem szélsőséges a hozzáállásában, úgyhogy talán ez az, ami miatt nagyon sokak számára ez a Vincent márka bevált. Feltéve, hogy a többi is hasonlóképpen szól, mint ez. Amire ugye nagyon kíváncsi vagyok az SV500-as, hogy az mit nyújt 260-70-80 környékén, mert hogyha nem áll távol ettől, akkor én azt gondolom, hogy az nagyon sokaknak egy jó opció lehet, mert én azt gondolom, hogy zárfekvés szempontjából nyilván az az a termék, amit sokan még fontolóra vesznek, ugye. Szoktam mondani, de szerintem nem elégszer, hogy menj el és hallgasd meg a terméket, jó? Tehát, hogyha neked egy ilyen Vincent szimpatikus, egy Figaro szimpatikus, egy Quadrat szimpatikus, egy bármi szimpatikus, akkor menj el és teszted le saját magad, hogy tetszik-e, nem tetszik-e a saját zenéidem. Nem tudok én sajnos helyetted döntést hozni ilyen szempontból, és hogyha az ország legtávolabbi pontjában is élsz, hidd el, hogy a benzinköltséget, vonatköltséget, meg a fél napot megéri, hogy elutazz egy boltba Budapesten, és megnézd, hogy neked az a dolog tetszik-e, mint sem, hogy utólag derüljön ki, hogy ez nem a te neked való termék, és össze-vissza kell küldözgetni, szállítás, stb. Fejfájás. Úgyhogy megéri ezeket a köröket végigjárni, csak is saját magad érdekében. Ha pedig te is Vincent felhasználó vagy, akkor komment formájában írd meg, hogy milyen rendszered van, szetted, és hogy hangzás szempontjából hasonló-e a véleményed, mint nekem, vagy melyik modelled van, és annak a habitusa hasonló-e ehhez képest, mert kíváncsi vagyok, hogy így az általános Vincent véleménye az micsoda.